Kanyalóka, Radék vagyok, és ez egy teljesen új játék, a Stone Age Wars nevezetű játék, ami a leírások szerint egy kis akció, meg egy kis stratégia, egybeötvözve egy kis indie fennhanggal. Annyira új ez a játék, srácok, hogy hétfőn jelent meg, azaz 9-én, ma szerdán veszem föl, és pénteken fogom nektek láthatóvá tenni ezt a videót. Ez az, csak kijöttem valahogy ebből a mondatból, láthatóvá tenni, de királyság. Annyit tudok erről a játékról, hogy valami Harry Potteres varázslatokat kell csinálni majd benne, meg hogy jönnek ellenfelek. Igazság szerint mondom, ezt most indítottam el, ezt a játékot, fogalmam sincsen pontosan, hogy hogyan működik. Lássuk, azt látom, hogy minyonok vannak, meg lehet új emberkéket szerezni, majd lesz shop is. Hát ez tök jó. Annyira jó a hangja. Van nekünk egy botunk, egy maszkunk. Visszamentünk a kőkorszakba, itt van nekünk Freddy, akit úgy hívnak, hogy Ugz! Gyere, Ugz! Mit lehet veled csinálni? Itt fénylik jobb alsó sarokba valami. Na! Ez lenne a pálya, ahova haladni kell, ugye? Úristen, jó nagynak tűnik. Áhá, hogy ebből... Hú, basszus, mennyi rész van. 88 pálya van. Itt a felső sarokban látható fa meg kaja, gondolom ezzel lehet majd az embereket tápolni. Hát menjünk vissza a village-be. Mit tudunk itt csinálni? Na, jó, hogy rá kell kattintani. Jó van, oké, hát haladok. Szóval most már rögtön csatázunk is. Azt hittem lesz valami tutoriál vagy ilyesmi, de lehet, hogy ez lesz maga a tutoriál. Oké. Set formation. Aha, itt van. Here you can set your formation. It's a good idea to put warriors in front of the tank and damage the shamans with hunters. And the back sees they have low HP. Jó, szóval előre mennek a harcosok, középre mennek a sámánok, akik tudnak vásárolni, basszus, varázsolni, vásárolni, igen. És a legvégére, tehát leghátulra mennek a hunterek. Jó, hát ez tök király. És van egy warriorunk, gondolom ez az emberke, Ugz, ő a warrior. Hát de basszus, ez az Ugz, ez nagyon rossz név. Nevezzük már el valahogy máshogy. Legyél Jani. Jó van, Jani. Na, go to the battle. Lássuk azt a battle. This is the battle screen. On the top of your can see your warrior ability. Aha, szóval teknőse van. It's on cooldown at start, szóval folyamatosan figyelni kell arra, hogy csak akkor fogjuk tudni használni az ability-t, hogyha használni tudjuk majd az ability-t. Királyság. Amúgy azt szerettem volna még mondani, hogy ha nektek is megvan ez a játék, és valami bénaságot látok tőlem, nyugodtan mondjátok meg nekem, írjátok le a komment szekcióba. Oké? Okay? Na igen. This unit has a turtle shell. Oké, okay, szóval van neki ez a turtle shell. Mi ez? Hogy hívják? A technős páncél ability, ami blokkolja a következő atakot, ami bejön. When it's ready, draw the symbol and on the screen to activate. Aha, szóval ez az a Harry Potter varázslat, amit használni kell majd. Oké, okay, királyság. Hú, de hangos a zene már megint. Ez az, gyerünk, nyomast, nyomast. Ó. Ó, hogy varázsoltam, láttátok? Ez az, gyerünk, nyomast, Jani. De király vagy, Jani. Ó, megint varázsolok. Gyerünk, Jani, nyomast. Ez az, de királyok vagyunk. Victory! Ez az! Go to the village! Visszavittük ezt a rengeteg mennyiségű nyersanyag készletet. You can upgrade your unit in the minion menu. Na, menjünk a minion menübe. Minion menü. Kiválasztjuk Janit. Igen. Mit kell... Delete minion? Hát nem. Weapon. No bonus. Mask. Ó, de király, tehát még minden egyes emberkénkkel kell foglalkozni. Itt van az attack, attack speed 1-es, úúú, de lassú vagy, haver. Life steal. Ó, hogy lehet még emberkéktől majd lopni életet, majdnem azt mondtam, hogy ételt, úristen, össze-vissza beszélek, srácok. Bonus wound, armor, 100-as az életünk, damage return, ó, az nagyon király. Bonus food, level up. Hát pont annyi lesz. Promote, needs level 5. Szóval elő is lehet őket léptetni. Jó, hát akkor nyomjunk egy level up-ot, így már második szintű a mi kis Janink. Nem lehet őket átnevezni? Ó, de kár. Mass no bonus.
Aha, hogy lehet választani a bón. Ez nagyon király. Ó, legyünk a keresztesek leszünk. Bot, csont, másik. Ó, milyen jó kis fegyvereket lehet majd szerezni. És ott a gyorsaság, ja, ez eddig is ennyi volt. Jól van. Hát akkor megvan a második szintű Janink, aki mindig megy össze-vissza. De jó király hangja van. Jól van, hát szerintem haladjunk tovább. Na, a második. Ez mi egy új maszk? Maszkot lehet vagy szerezni? Na, set formation. Hát túl sok mindent nem változtattunk rajta. Go to the battle. This unit class is Hunter. Szóval egy Hunter ellen fungunk játszani. She, lányka, fights in the long range, has high damage but low defense. Szóval ha messziről jön, akkor sokat tud sebezni, viszont rohadtú hamar megmurdálódik. Ijjáj, a kis csajszi, kővel dobál minket! Gyerünk, Jani! Haladjál! Úristen, mi ez a varázslat? Mi ez? Úristen, várjál! Ez az! Ó, meg fogok halni! Meg fogok halni! Azt a rohadt eget! Úristen, nem tudtam, azt hittem, hogy ugyanaz a varázslat lesz, mint az előbb. Passzus, majdnem meghalt, Jani! Jó, de majdnem meghaltál, Jani, mi van veled? Oké. Visszavittuk a rengeteg mennyiségű cuccost. Na, use your resources to recruit a new unit. Ó, tök király, tudunk szerezni még egy emberkét. You can recruit a hunter who deals the high damage or shaman who can heal all units. Jó, szóval, vagy huntert fogunk a kődobáló csajszit szerezni, vagy shamant, aki tud minket healelni. Hát ez annyira királyság. A bődületes nagy királyság. Na, Jani, kit válasszunk melléd? Csak kajába kerül? Én amondó vagyok, hogy válasszuk a csajszit. Vagy választhatunk még egy emberkét Jani mellé, de nem válasszuk a csajszit. És nincsen több kajánk. Ó, de kár. Na, megérkezett Jani mellé... Hát Julcsi, legyen Julcsi. Jancsi és Juliska. Jól van. Jancsi és Juliska mennek a harcba. Minions, neked mennyi kell? Ó, kell még hozzá kaja. Nem lehet farmolni valahogy? Hát gondolom majd csak a különböző eszközökkel. Kő, másik fajta kő, rengeteg... Oké, ez kővel fog dobálózni, Juliska. Jól van, nézzünk a harmadik. Mi ez? Nézzük meg a harmadik csatát. Szeteljük a formációt. Berakjuk Jancsi mögé Julcsit. És gondolom most már két különböző ability lesz. Jaj, nem is néztem meg az ability. Nem baj, majd kiderül. Ez az. Húj, nagyon kemények vagyunk. Igen, meg van egy ilyen is. Úristen! Gyerünk! Gyerünk, bírjad ki! Az nagyon király vagy, Jancsi! Megmurdált, Jancsi! Gyerünk, ó, nagyobb kő! Ez az! Gyerünk, Julis! Gyerünk, Julis! Ez könnyű varázslat volt. Aj, de királyak vagyunk! Rengeteg pénzt vittünk vissza. Na és akkor most healelni kell Jancsit? És nem kell healelni. Jó, szóval hogyha vagy elveszítjük, vagy nem. Szóval egyelőre úgy néz ki, hogy nem veszítettük el a csatát. Király? Oké, lehet új dolgokat vásárolni a boltba. Weapons, mask, sets. Na, nézzünk is körül. Weapons. Plusz 5 damage, 70 fire. Vagy 75 fire, 2... mi ez? Plusz 2... Basszus, nem tudok beszélni. Mi a rák ez? Plusz 2... Oké, agyfagyás. Jó, rendben. Oké, várjatok, fel kell ébrednem, jó? Hát bazd meg, nem tudok beszélni. Vagy kap 2 armort. Mindenki tudja, mi az az armor, szóval leszarom. Na, vagy plusz 25 élet, vagy 10%-os bónusz. Ez az, hogy... Na várjunk csak, ez a 10%-os bónusz, ez melyiket jelenti? Ez az, ami visszainvente. Ja, akkor ez fogja ellopni tőle. Ó, hát basszus, én ezt fogok egy olyat venni. Na várjunk, nézzük a köveket. Vagy több nyersanyagot szerzünk, és ez is visszaadja az életet. Oké, nézzünk még körül, milyen maszkok vannak. Ú, ez nagyon jól néz ki ez a maszk. De erre még nincsen fánk. Nincsen egy fánk se! Úristen, de jól néznek ki ezek a maszkok.
1000 fa plusz 200 élet. Ó, az nagyon király lesz. Jó van, nézzük meg a Hunternek. Jó, hát ezek még rengeteg fám. A maszkok azok drágák, még így az elején. Set. Ó, ezeket még unlockolni kell. Hát jól van. Rendben. Akkor elmondó vagyok, hogy vegyünk Jancsinak, erősítsük Jancsit. Egy ilyen életvisszatöltős bunkós bocsot. Azaz. Hát, hogyha ezzel jók leszünk. Amúgy mit szóltok ez a játékhoz? Nekem eddig nagyon tetszik. Baromi olcsó kis játék, és nekem baromira tetszik. Na, Jancsi és Juliska, gyerünk, haladjunk a következő menetbe. Ott az a nagy... Ez valószínű boss fight lesz. Na, Jancsi és Juliska. Set information. Nem, félrebeszélek. Na, szóval... Basszus, kiállt a játék a... És azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy lefagyott az egész, bassza meg. De nem fagyott le. Jó van, nem baj, itt majd vágni fogok. Mindegy, királyság. Hú, go to the battle. Na gyerünk, varázsoljunk. Úristen, nagyon izgulok. Az egy sámán genyó. Kell egy ilyen varázslat. Ez az, de király vagyok. Gyerünk, Jancsi, üssed, gyerünk. Ó, ez az elfogadta. Ó, basszus. Gyerünk. Te most magadat fogod izélni, mi? Gyerünk, nagyobb követ dobálj rá! Ez az mekkora kő volt! Gyerünk, Júlcsi! Te vagy a legjobb! Gyerünk! Nyomasd! Király vagy! Ez jó, mert igazából a sámán nem tud semmi más csinálni, csak és kizárólag saját magát tudja hírelni. Semmit nem tud támadni, szóval innentől kezdve már a sámán genyó meghalt. Jó, hogy azok a maszkok azt jelentik, hogy kik az ellenfelek. Ó, passzos, jó van, csak rájövünk erre. Na! Van 70 fánk, meg 145 húsunk, fejleszteni kéne, amondó vagyok. De itt most Jancsinak miért nem az a... Ó, még reppelni is tud Jancsi. Na várjunk csak, nézzük meg a minionokat. Bazd meg, nem raktam föl neki. Azt a kurva... Úristen, na jó, ez most elég perverznek hangzott, ugye? Jó, csak egy picikét, jó, oké. Az nem adtam a kezébe. Ebből már nem jövök jól ki. Nem adtam neki oda a botot. Na, jó van, csak ki jól ki. Ja, csak kijöttem belőle. Na, őt fejlesszük-e? Avagy... Vagy adjunk Júlcsi kezébe valami más követ. Haha, most nem csesztem el. Vagy akár Júlcsit is level-up-ozhatnánk. Kevés a fánk. Jó, én amondó vagyok, hogy most level... Nem. Rakunk be egy sámánt. Mert csak 30... Mi az? 30 húsba kerül. Ó, hát ez nagyon király. Jó. És akár berakhatunk Jancsi mellé még egy variort. Most amondó vagyok, hogy minél több emberrel kell játszani. Úristen, annyian vagyunk, hogy hihetetlen. Megvan nekünk Jancsi, Juliska, Arun, meg Zilug. Na most ezeket is elnevezzem. Hát... Mindegy, maradjunk a Jancsi és Juliskánál, ők az első kettő emberünk, a többi meg lesz, ahogyan vagy lesz. Vagy igazság szerint elnevezhetitek ti is őket, jó? Tudjátok mit? Komment szekcióban írjátok le azt, hogy Arunnak és Zilugnak mi legyen a neve, jó? És még megnézem a boss fightot, de előtte még felfejlesztjük Julist. Mert szerintem maradt még nekünk arra elegendő nyersanyagunk, így van. Na nézzük meg, hogy sámánt fel tudjuk-e fejleszteni. 35-öt hílel vissza. Úristen, de ezt most jó bevállaltam, hogyha 4 embernél van, akkor 4 embernek a varázslatára kell figyelnem. Ó, basszus! Aha, Empower. Random ally unit will gain 8 damage. Tehát plusz 4 damage-et fog, plusz 8 damage-et fog kapni. Jó, oké, ez egész érdekes ability, és automatikusan meg rengeteget hílel neki az ellenfélnek. Hülye! Úristen! Össze-vissza beszélek! Rengeteget hílel a saját emberünknek. Jó, ezt is level-upoljuk, mert én félek a bosstól.
Igen, neki még ugyanaz az ability-je. Oké, nézzük meg végül is Yuji-nak az ability-jét is. Throw a bigger stone on the next attack. Igen, hát akkor az dupla sebzést okoz. Jól van. Eddig nem haladunk olyan szarul, Yuji és Jancsi és Juliskával karöltve. Na, nézzük meg a boss fightot, mennyire leszünk királyok. Úristen, nézzétek meg ezt a maszkot, milyen kis kacsamaszk. Kacsamaszk! És mekkora 150. Oké, szeteljük az embereinket. Berakjuk ide, mögé rakjuk a sámánt, és a rohadt életbe, azt nézzétek, mert csak két emberrel lehet menni. A büdös... Hát ez szopás. Ha ezt tudom, akkor nem így csinálom. A rohadt életbe, jó van. Hát akkor ezeket visszavonjuk. Túlságosan előre szaladtam, jó van, go to the battle. Mit akarsz? Sammy the chicken! Sammy a csirke! És nézzetek milyen csirkéje van! Azzal fog minket támadni? Heal power! Armor! Akkor ő egy sámán genyó! Turns a random enemy into a harmless chicken! Jaj, ne már! Ez nem jó! Csirkévé fogja változtatni az embereinket? Ez nagyon nem tetszik! Jó van! Oké! Okay. Gyerünk, gyerünk! Úristen, ez mi volt? Ez az, üssed le, üssed le! Gyerünk! Gyerünk! Hát ez nem lesz meg, gyerekek. Mocsó köcsök csirkeszemi! Hát hogy a fenébe lehetsz ekkora egy rohadék? Hát ez borzalmas. Hát ez borzalom. Úristen, go to the village. Akkor most lehet farmolni az előző küldetéseket? Persze, hogy lehet, de hát olyan keveset fogunk kapni. És hogyha a legelső úristen, de keveset kapunk. Márpedig... Jól elcsesztem, basszus. Azt hittem, hogyha jó sok embert szerzek, akkor jó lesz. Hát nem lett jó. Na jó van. Hát erre rábasztam. Na akkor farmoljunk. Addig gyakorolom a varázslatokat. Ez az, jó most! Ez egy jó varázslat. Ez az, ezt is elfogadta. Gyerünk Jancsi! Gyerünk Júlcsi! Nyomassátok! Ez az, gyerünk! Basszus! 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 Jó, hát ez innentől kezdve már a miénk ez a csata. Nem tudok még varázsolni, nem vagyok egy Harry Potter. De igyekszem, igyekszem, tényleg. Ó, ez jó volt. Ilyen egyszerűeket adjál. Gyerünk! Ez az! Hát basszus! Akkor viszont most... Júlcsinak kéne vásárolnunk egy olyan dolgot... Nem csinálunk több embert, úristen. Egy olyan weapont kéne Júlcsinak csinálni, adni a kezébe, ami ad nekünk... Úristen, 90 fa. Ami ad nekünk plusz... Mi a rákot? Hogy hívják ezt? Plusz nyersanyagot. Hát igen. Vagy nézzük meg a sámán botját. Igen, a sámán botja, hogyha 75... Ez most... Aha. Melyik kell nekünk jobban? Össze kell gyűjteni 100 fát, és akkor plusz 7% fát kapunk. Vagy... Kell nekünk hús. Hát fa kéne. Hát basszus. Ezt jó beszoptam. Na jó, még egyszer megpróbálom ezt a szerencsétlent, bár szerintem kettő emberrel én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Úgyhogy... Csak második szintűek. Vagy lehet, hogy azt kéne, hogy csak erősíteni kéne őket? Na, go to the battle. Hát, hogyha megöljük Szemit. Bár nem hiszem. Na, gyerünk! Gyerünk, jó varázsoljak! Ez eddig jó! És nem jó! Miért nem jó? Gyerünk! Gyerünk, Jancsi! Ú, de meghaltál! Hát, ez lehetetlen. Ez nem, ez nem lesz meg. Bár mondjuk így is kapok 15-15-öt.
Mennyit kapok a másikért? 16-16-ot. Hát... itt most farmolás lesz, gyerekek. Mert más nem nagyon tudok csinálni. Á, ez milyen rohadt kemény varázslat. Gyerünk, nyomast, nyomast, nyomast! Ez az. Hú, de gyorsan meghal ez a Jancsi. Ezek a varázslatok de kemények. Gyerünk, gyerünk, kisjány. Gyerünk, Júlcsi! Ne hagyd cserbe! Ez a jó varázslat. Ilyeneket adjál még nekem, mert azokat a bonyolultakat nem tudom megcsinálni. Gyerünk! Ez az! Hát ez miért nem volt jó? Jaj, annyira fontos, hogy hogyan csinálod azt a karikát, hogy ez egyszerűen félelmetes. Na, feljebb tudunk valakit. Gyerünk, Jancsi! Jancsi, hol vagy? Level up! Ó, level up, oké. Okay. Jancsinak több hús kell ahhoz, hogy level up legyen. Na, majd még nyomatok egy-két ilyen részt, 16. Egyel többet kapok, mint hogyha a másikkal mennék, szóval inkább ezzel haladjunk. Lehetséges, hogy akkor fogunk jobbat elérni. Azaz, nézd meg! Mennyire király! Jaj, ez a 8-as! Úristen, de bajna vagyok! Ez de utálom, úristen! Ez az! És most túlélte, 3-as szinten túlélte Jancsi az első küzdelmet. Annyira király, gyerünk! Nyomassuk! Gyerünk, még egyszer! Úristen! Nagyon hosszú lesz. Lehet, hogy fogok vágni. Mert én ezt baromira kíváncsi vagyok, hogy itt hogyan lesz. El az! Nyomasd, Jancsi! Nyomasd, Jancsi! 8-as, de miért a... miért azt csinálom? Úristen, de béna vagyok! 8-as, oké. Okay. Végtelenbe is tovább. Felbúcsú csókra cimbor... Úristen, na ez az, ez kell ide. 3-as szint. Hát ez kellett volna előbb is. Na ezeket majd vágdosni fogom, mert... ez így nagyon durva lesz. Ez az, 3-as szint. Gyerünk. Gyerünk, még tovább. Nem, még nem próbálom meg. Gyerünk. 3-as szint. Most már esik az eső. Ez az, gyerünk! Nyomast! Varázsoljunk! Á, ez király! Ezt szeretem, ezt a varázslatot. Sima egyenes vonal, a legjobb. Gyerünk, kő! Ez az kő! Ez a bikafej varázslat. Bár most már tök mindegy. Mert a sámán genyót leverjük, mint a szart. Gyerünk, nyomast, Jancsi! Ez az! Na, még egyet fejlesztünk, Jancsi. És utána megpróbáljuk megint a boss fightot. Gyerünk! Király ez a zene! Gyerünk, Juli! Ez az! Ez a végtelen jel. És bejött! Gyerünk! Gyerünk! Aj, de imádom ezt! De ezek az ellenfél is használja a képességét. Na, gyerünk már, Julcsi! Dobjad azt a nagy követ! Ez az! Na! Mondom, gyerekek, hogyha valami rosszul csinálok, és ti már annyira mesteré vagytok ennek, nyugodtan írjátok le azt, hogy mit hogyan kellene csinálni, mert mondom, először játszom ezzel, de én baromira élvezem. Persze, hogyha tudnék varázsolni. Gyerünk! Ez az, Jancsi! Király vagy! Gyerünk! Júlcsi! Aj, a rohadt végtelen jel! Ez az, gyerünk, Jancsi! Áj, de királyok vagyunk, az ellenfél harcosát levertük, mint a szart! Ez a nem tudom milyen jel. Végtelen jel. Eléggé elnagyoltak a varázslataim. Na, tudunk-e valamit vásárolni? Nem, mert valami több száz kell neki. Minyonok. Jancsi. 84-126. Kellene még rajta egyet. Kellene még neki az egy szint Jancsinak. Na, most Jancsi, gyerünk! Fel tudlak fejleszteni? Ez az, Jancsi felfejlődött. Oké, na most próbáljuk meg. Ha most se jön össze, akkor tovább kell majd szereznem csak anyagot. Gyerünk, Jancsi! Gyerünk, Jancsi! Öljük meg azt a kurva csirkét! Kurva csirke! Ja, Istenem, nagyon félek! Go to the battle, gyerünk, Jancsi! A rohadt anyádat, 41-et, nagyon gyorsan tud ez gyógyítani, ez a köcsög szemi. Gyerünk, Jancsi! Gyerünk! Ez az! Ez az!
Gyerünk! A rohadt csirkés, a rohadt kurva anyádat! Ez az! Megöltük azt a szart! Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, ez az meg lesz! Meg lesz! Érzem, hogy meg lesz! Gyerünk! Ez már csak sámán, ez az! Megvan! Megvan a kibebaszott 150 nyersanyag! Ó, valami mozog oda bent. Kiszedtük a ládikájából a 150 aranyat, és még egy bunkos potot is kaptunk, vagy mi ez? Hát ilyen kivert. Szögekkel kivert bot. Jó, ez az, megvan, királyság. Na, nézzük meg azt a botot. Gyerünk, nézzük meg azt a botot, hogy az mit tud. Itt van, plusz 25 életpont. Hát én ezt odaadom a másiknak, akit majd ti remélhetőleg el fogtok nevezni, Arun. Mert ez no bónusz, így 25 életponttal plusz van neki, hát hogyha majd valamikor tudjuk hasznosítani. Arra leszek még baromira kíváncsi, hogy ezeket az ability-ket mikor lehet majd fejleszteni. Lehet, hogy a promótáljuk. Na, ezt nézzük meg. Nincsen hozzá elegendő húsunk. Na jó, ezt még megcsinálom, és utána el fogok köszönni. Lehet, hogy ez egy picit hosszabb rész lesz. Ti majd már úgyis látjátok. Megpróbáljuk előpromótálni. Na, ez itt két harcos lesz. És mi mindig csak két embert használhatunk. Oké, go to the battle, gyerünk Jancsi és Julcsi. Ja, hogy ez két hunter. Ó, bazd meg. Ó, itt már... Ami a rák? Hát bazd meg, ez csak... Oda mentem, azt már le is dobáltak, mint a rohadék. Ó, basszus. Hát ez... Hát de nem áll. Hát ezek levertek, mint a szart. Basszus, ezek levertek, mint a szart. 192 hús. És itt már 37-37. Na, az előbb szerencsém volt. Hát, hogyha most ismét szerencsém lesz. Na, go to the battle. Igen, tudjuk, szemicsirke. Gyerünk. Azt a ribancot kell először megölni. Gyerünk, ez az. Öld meg! Öld meg! Gyerünk, Jancsi! Öld meg! Gyerünk! Ez az! Ez az, ez kellett ide! Jól van! Most már nem érdekel, hogy kit csinálsz csirkével a rohadt anyádat. Ó, és most már csak ilyen kis faládikát kell kinyitni. Ez az. De hogyha megöltük a bosst, akkor úgy látszik, hogy elég jól tudunk... mi az? Farmolni nyersanyagot. Jól van! Mondom, jó, iszok még egyet. Már mondjuk itt már úgyis a vége van a videónak, nem tudom minek, de mindegy. Na, level up. Igen, és utána lehet csak promótálni. Amondó vagyok, srácok, hogy innen fogom folytatni majd a következő epizódban. Megpróbálok nem előre haladni vele, amit baromira nehéz lesz. Mert nagyon tetszik nekem ez a játék. Írjátok le kommentbe, hogy nektek bejön-e ez a játék, vagy mit kellene csinálni esetleg másképpen. Milyen tanácsokat adtok nekem. A játék linkje úgyis ott lesz lent a leírásban. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha először vagy itt a csatornán, iratkozzál fel, hogyha szeretnél még látni ilyen jó kis videókat tőlem, amivel szét fognak alázni, mint az állat, és természetesen elcseszek minden. Na, itt a vége. Fuss el véle!